Az idei évben is a Kalocsai Család és Karrierpont adott otthont az Anyateljes Táplálás Világnapja alkalmából rendezett ünnepségnek. Az eseményre a Kalocsai Védőnői Szolgálat szervezésében került sor, és mint ahogy azt már az elmúlt években megszokhattuk, az idén is színes programokkal várták a csemetéket és az édesanyákat. Elsőként a Kunszt utcai tagovoda nagy csoportosai köszöntötték a megjelenteket. Örömökben, vidámságban, egészségben, boldogságban, és soká közöttük. Jöttem karikán, kicsi tarigán, három még a fülem üle, énekel a fán. Kordékot szogó, tariga kerék, a folytatásban pedig Vácz Péterné és a kerekítő Manó is megérkezett, hogy egy kis játékos mókát csempészten a programok közé. Csicsóka, van varjúcska, komámasszony kéreti a szekerét, nem adhatom oda, tyúkok ülnek rajta. A világnap elsődleges célja itt Kalocsán is, hogy felhívja a figyelmet az anyateljes táplálás fontosságára, valamint arra, hogy az anyateljes táplálás több, mint egy kis gyermeketetése. A szoptatás ugyanis az édesanyákra is jótékony hatással van, segít például a szülés utáni felépülésben, illetve hozzájárul az eredeti testsúly mindenkorában történő visszanyeréséhez. Csökkenti az anyukák daganatos megbetegedéseinek, mint például a petefészekrák vagy emlőrák kialakulásának kockázatát, valamint a szülés utáni depresszió kialakulásának esélyét is.